find Protectorate Gleb in the archive. Follow me. Do you still remember your way, Commander? I don't forget so easily, Agent. This storm is unnatural. I've never seen anything like it. The locals must be terrified. This is just the beginning. When people see what we've done here, that terror will spread throughout the galaxy. I'm just surprised we aren't evacuating civilians. Civilians are expendable. Our people will evacuate first. These are our people. This is an Imperial world. A place we're supposed to protect. Befejeztétek? Köszönöm szépen. Na, szóval sziasztok, üdv mindenkinek ismét, Battlefront 2 folytatása. Talán ez az ötödik rész, vagy a hatodik, vagy az ötödik, vagy a negyedik, de szerintem az ötödik. Szóval innen folytatjuk. Na most, nekem ez a kedvenc missionöm az egész játék során, majd nézzétek meg, ez egy rohadt jó pálya lesz. Tehát tulajdonképpen a történetben most ugye ott tartunk, hogy elindították ezt a Operation Cindert, ami tulajdonképpen, hát most megnézzük, hogy mit tud. Ez egy olyasmi, mint a Harp is, hogy egy ilyen, hát ilyen, nem tudom, ilyen természeti erőket befolyásol, tehát ilyen vihart kelt, itt is látjátok, ilyen tüzes, nem tudom, ilyen, ott egy zászló. Ilyen tornádó, meg eső, meg jég, tűz, köd, eső, savas, minden szart csinál tulajdonképpen. Ez az Emperornak a halála utáni terve, hogy ugye félelembe tartja még a galaxist, hogy ezzel úgymond az Empire, tehát a birodalmat, mint hatalmon lévő erő, a többieket megfékezze ezzel. Ott is ilyen villámok, meg minden van. Úgyhogy most minket leküldtek ide Vardosra, ugye Aidennek a szülő hazája, vagyis hát itt volt gyerek, azt hiszem, és neki nagyon nincs erre, hogy mondjam ezt, nagyon nem szeretné itt, hogy ez a bolygó ez megsemmisüljön, vagy bármiféle támadása lenne. Ugye ezt mondta az előző rész végén is, hogy ugye közben menjünk, mert lehet, hogy kéne menni. Amúgy nagyon szép az eső, majd nézzétek meg a karakteren is, milyen szép az esőcseppek, meg minden. Tehát ugye ez hű a birodalomhoz, itt a lakosok is igazából ártatlanok, és Aidennek ez nem tetszik, ez a dolog. És itt van velünk ugye Agent Husk, meg Agent Miko, aki találkozott Luke-kal, úgyhogy most itt egyelőre ketten úgy vagyunk, hogy hát nem biztos, hogy ez a birodalom a mi igazi utunk. De majd itt kiderül, mert lesznek itt plot twistek. Na, viszont egy csomó TIE Fighter van itt, itt vannak ilyen hajók, meg AT-ST lépegetők, meg egy csomó birodalmi emberke. És tulajdonképpen a feladatunk itt az, hogy meg kell keresni egy embert, aki most nem tudom, hogy tulajdonképpen mit csinál. Az archive-ot kell elérni. Hát ez egy ilyen raktári épület, vagy ilyen, ez sose tudom, az archive az mi. Könyvtár, tehát ilyen tudásbázis-szerűség, mindegy. Azt kell elérnünk, és ott lesz ez a Gélöb, vagy kicsoda? Őt kell most keresnünk. És itt ez tök jó, igen, mert ezek ilyen kis katonák, tehát ugye mi vagyunk úgymond a nagy fő parancsnok, tehát ez ugye, ezek engedelmeskedek nekünk, és így mindenki átenged, ez tök jó. Ott van AT lépegető, de jó isten, ez hogy bírt el az a cucc? Na úgyhogy ez a kedvenc pályán, majd mindjárt látjátok is, hogy miért. Sőt, hát szerintem már most lehet látni. Itt ilyen háborús, övezetes zóna alakul ki. Igen, vannak civilek. Hát igen. Mi például ezt akartuk elkerülni. Igen. Hát meglátjuk, hogy mi lesz. Ez rohadtul feelinges amúgy ez a rész. Imádom. Ebbe vannak? Nézeget, úgyhogy valószínű vannak. Igen. Hát ez az Emperornak a terve. Na és itt van ez az archive, ide kell majd bejutnunk. Ez csillagromboló, olyan az ott. Sir? Itt van az apánknak a szobra, de jó. Ez a general akárki, nem tudom. Ezt nem tudom, ez milyen hajó. Ez birodalmi elvileg, de...
civilians could die here. Ja, egy ember miatt csináltuk ezt az egész izit. Hát, Gleb oversees the future Imperial Leader School here. She crafts loyal, capable troopers. Like Ida. Like me. Now she's calling in a favor. The people of Vardos are loyal to the Empire. Why should they be left to suffer? This is all for the greater good, Commander. None of this looks good to me. Vardos was our home, Ask. The Empire is our home. Operation Cinder is a test to prove that we are worthy of what it will become. You sound like my father. Maybe that's because I listened to the Admiral's orders. Don't forget the chain of command, Agent. Igen, most összetűzésben vannak, ugye a fater, az beszélt külön Haskkal, azt hiszem ő az, már nincs kírva a nevük, hogy figyeljen ránk, és hát majd mindjárt megtudjuk, hogy miért. Most már lehet futni. Na, ide jöttünk. Elvileg itt lesz az a Gleb, aki miatt jöttünk. Eszméletlen jó az a pálya. Ó, van víz is, de jó. Na, nézzük. Ott van, ő lesz Gleb. Admiral sent you. I knew I was important, but to risk his own daughter's life. Target acquired. Get a move on, Gleb. Well, she is giving me orders now, Precious. Whoa. Get... Look, he is with me. The others will stay here. They are not important. Come. Opa. Commander. We have a ship on landing bay 2. You'll be safe there. Go now. Go. Whoa. What are you doing? No. Stop. This is not our mission. Yeah. Stand down. It's okay. We'll get you off world. Go. No. Don't you? I am your commander. Stand down. Viha. Aiden, our orders are clear. We are to recover the Protectorate Gleb alone. Things have changed. Look around you, man. Do you even recognize the Empire Del, anymore? Please don't do this. The Just Empire's don't do this. Job is to save civilians from things like Operation Cinder. This is the new Empire. If this is the new Empire, I want no part of it. Hoho. Ő nem akar a új birodalomba lenni. Are these your orders? És most már mi se. Because if they are, this is treason. És Husk ellenünk fordul. Yes. Then I have mine. Lower your weapon. Define swiftly the death of him. I'm with Versio. Commander Versio. And Agent Miko have abandoned the mission. They've committed treason. I'm sorry. Understood. Return Gleb to me. That is your mission. I will take care of the traitors. No. There's a passageway on the other side of the plaza. That's our way out. I'm with you, Commander. Hold your fire. If they spot us, we're in trouble. Na, hát nagyon sok minden történt. Közben elnézést tartottam egy kis szünetet, bezártam az ablakot, mert itt mindenki most kezdett el diszkózni kint. Na, szóval most egy eléggé érdekes dolog történt, ugye? Az igen. Jó, most vadásznak ránk, addig megállítom. Szóval, amit láthatatok is, hogy a Del, vagy az Agent Miko az így meggondolta magát, és azt mondta, hogy most már nem akar részt venni az új birodalomban, hogyha ez az új birodalom, hogy mindenkit tulajdonképpen megfenyegetünk, megölünk, rettegésbe tartunk, és tulajdonképpen Aiden is már úgymond, hát volt egy ilyen belső konfliktusa, hogy meghalt az Emperor, és akkor most így vége lesz az egésznek, és most már ő is így kijelentette, hogy akkor nem kér ebből az új birodalomból, viszont Husk ellenünk fordult, ugye ő beszélt a faterünkkel, a nem tudom én milyen Commander Garrick akárkivel, és jelentette neki, hogy mi ketten elárultuk a birodalmat, és most pedig, hát menekülnünk kell.
És ez milyen érdekes, hogy sapkába jöttünk be, most pedig így ezzel jelezve, hogy átálltunk, úgymond már nem a birodalom oldalán vagyunk, hanem már ellenük. Így most levettük a sapkánkat, vagy a nem tudom én, ilyen birodalmi sityakunkat, és így kell tovább menni. Na, és most pedig meg kell szöknünk innen. Nem tudom, ez a Gleb, ez most ezzel mi lesz. Ugye érte jöttünk, viszont most nem tudom, hogy vele mi van. Ugye Husknak meg kell találni, és vissza kell vinni a birodalomhoz. Nekünk meg nem tudom, nekünk most csak menekülni kell. Úgyhogy érdekes, ezzel mondom, hogy igen, itt kezdődik az egyik ilyen nagy plot twist, hogy most akkor mi lesz ezzel, hogy most mi az Empire-nek az ellenségé leszünk, vagy mi. De hát meglátjuk, most pedig ki kell menekülnünk. És innentől jön a kedvenc részem. Azért mondom, hogy ez a kedvenc pályám, mert rohadt jó lesz. Na, most ilyen kicsit ilyen sunyulós rész lesz. Nem tudom, az miért nem vesz minket észre. Scanning. Na, scan. Van robotunk, tehát tudunk sokkolni. Na, itt van ilyen víz. Itt nem lehet? Az Isten áldja meg. Jó, akkor már is harcolunk, ezt akartam elkerülni. Mindegy, így izgalmasabb lesz, az biztos. Gyere Del, legalább ketten vagyunk. Ha egyedül lettem volna kettőjük ellen, az gáz. Lehet meg fog halni. Szem kellett. Igen, most lehet sokkolni, nézd meg, de az előbb az nem lehetett, persze. Na mindegy. Jó, akkor meghaltok. Pusztulat a birodalomra. Akármennyire is. Abba voltunk, tehát... Jó. Akkor ezt mindenki meghalt. Igen, mondjuk, ha nekem is mondjuk a Miskolcra pusztítanának egy ilyet, lehet, hogy én is azt mondanám, hogy akkor inkább nem. Úgyhogy menjünk tovább. Hát itt mindenki meghalt, nem akartam pedig annyira vérfürdőt rendezni. De retkes robot nem tudott hackkelni, vagy mi az. Sokkolni. Vissza kell menni a Corvusra, azt mondta most? Hú. Ja, ez a faterünk. Jó, itt vannak ilyen távirányítós cuccok, azokat szerettem a filmbe. Ajjaj, áti-áti lépegető. Hoppá, itt vagyunk. Ott van Palpatine. Heh. Kicsit ilyen orosz beütése van, nem? Amikor Stalin volt a hatalmon. Olyasmi, mindegy. Ja, ez ennyi? Jó, akkor ez most nem kell. Hoppá. Na figyelj! Lepattant az egyikről? Neki dobtam az egyik katonának, az lepattant róla. Oh my god. Azt a betyár. Ja, elítéltek minket. Tulajdonképpen halálra, tehát bárki meglát, lőhet ránk. Ajaj. Ha. Hát lesznek egy páran, ott is vannak ketten. Itt is jönnek jó páram. Itt vannak hatan. Itt eddig nyolc. Aha, ott is vannak. Jó, itt lehet fegyver cserél, nem tudom mi most nekem kéne a fegyver. Ja nem ez a... Vannak új képességek. Lecseréljük ezt? Mondjuk egy nem tudom én. Egy ilyenre kéne. Bár van sniper is, de én azt mondom, inkább legyen egy ilyen. Ezen van. Ez jó lesz, igen. Na, hát akkor vonuljunk tovább. Szóval én most nem kezdek el itt hülyösködni, mert az összes engem kinyír itt hirtelen. Azok háttal vannak, ugye?
Remélem, ti nem jöztök itt vissza. Mikor a... meg... ezért egy szatellit cucc. Na, azt meg is sokkoljuk. Jó. Ajaj. Nem volt jó ötlet? Mindegy. Akkor harcolunk, most ez ilyen lesz. Igen, ez most vala, ez a végjátszás nem egy ilyen lopakodó jellegű cuccos. Nem baj, legalább van benne akció. Ezek a fák, ezek milyen nőnek ilyen görcsösen? Mindegy. Imádom ezt a bolygó kidolgozást, öcsém. Jó. Ha valahogy annyira szeretem az ilyen, ilyen viharos, vizes helyeket, hihetetlen. Understood. A Ratchet & Clankben is volt egy jó pár ilyen bolygó. Na, én azt megsokkolom azt. Ezt meg lelövöm. Jó. Elnézést. Ez mit csinál? AT-AT-t hallatott. Aha, ott is van az AT-AT. Walkers deployed troopers in this area. Maintain cover. We're gonna steal an AT-AT. El fogunk lopni egy AT-AT-t, és azzal fogunk kimenekülni. Badass mission! Na, a küldetésünk az, hogy őt ellopjuk. És vele fogunk kimenekülni. A űrhajónkig, ahonnan felszállunk. Ezt azért mondtam el, mert ő is elmondta, úgyhogy megyünk alul. Ez mi ez itt ez? Del jössz, hello. Jó, most már Delnek fogom szólítani, nem tudom mi a teljes neve, de volt az Agent Miko, meg van a Del. Valahogy a Del az, az jobb most már. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc. Jó, ezeket viszont meg kell ölnünk sajnos, úgyhogy 10 darab embert. A szarik mit csinál ez? Jó. Lehet venni fegyver, de most nekünk az nem kell. Azt a betyár. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-en vannak még. Ezt a snipert kéne vagy leszedni, mert az ott nem lesz jó. Most itt hogy csináljuk? Ucu neki az bele a közepébe, vagy... van lent egy. Ezt le lehetne ütni. Csak ott a másik. Nem lehet sokkolni már? Ezeket mindenképp meg kéne ölni, mert annyival is kevesebb. Persze, menj oda. Jó, tudjátok mit? Én ezeket lelövöm itt. Vagy nem lövöm le. Ne vegyél észre, PL-es. Ez észrevesz szerintetek, ha én most itt maradok, és ezt megvárom, amíg oda elmegy? Jó, nem kéne ennyire sunyulni, de ezt most elsunyulom. Jól van akkor, open fire! Ez ilyen egy lövetű? Na mindegy. Jó, jön már a sziréna, tök jó. Akkor ezt le is lövöm. Zsírkirályság. És akkor utcú neki egy. Ezt nem tudom mi volt, kettő. Mondom kettő, mondom kettő, rohagy már meg. Három. Sokat írnak ezek. Scan ahead. Így is meg lehet csinálni, én próbáltam kicsit itt ilyen easy-bb lenni, de hát mindegy. Azt a betyár mennyien vannak te. Miért nem lehet itt átlőni? Jó. Jó. Itt megsokkoljuk. Azt a szutyok, hát hanyan vagytok ti? Jó is. Gyere ide! Betek! No. Hagytok még, öcsém! Ez mi? Doboz. What's inside the doboz? Ú, valamit találtunk, ilyen gyűjthető tárgyat.
Ezeket túl gyűjteni, na őt, ő az az AT lépegető, akit meg fogunk hackkelni. És ezért ez a kedvenc pályám. Egy csúnya szó AT-AT-t fogunk vezetni. És a birodalom ellen fogjuk használni. Oh my god! Na menjünk. Egy retek nagy AT-AT-ba fogunk menni. Szia! Most már semmi nem állhat közénk AT-AT. Kivéve, hogyha meghalok. Miért nem lehet átlőni? Nézd meg! Nem lehet átlőni ezeken? Mi a szar ez? Vagytok még? Bárki? Létezik még ember a világon, aki meg akarja állítani, hogy én ebbe beszálljak? Na. Felkészültetek? Ja, én nem. Menjünk. És láttuk a belsejét, ezt sem láttuk még filmekben. Na, és most jön a legjobb rész, AT-AT-val fogunk menekülni. És közben a birodalmi katonákat fogjuk kilőni. 15.000 HP-nk van, vagyis hát pajzsunk. Ezt rohadt tesén. Ja, lesznek AT-ST-k, meg majd nagy AT-AT-k is ellenünk, meg hajók, meg minden szar, úgyhogy lesz egy izgalom még. Melyik lő? Van életünk legalább. Ilyen türeteket kell kilőni, ami a... Ezek ilyen anti-air cannonok, tehát a repülőket lövik ki. Ezeket kell nekünk kiszedni, hogy el tudjunk menekülni hajóval. Először ki kell menni az űrből, azt mondja a birodalomnak a teritoriumából. Meg kell lépnünk. Az miért nem hal meg? Pusztulj! Köszönöm. Á, akkora jó pálya ez, azért mondom, ez a kedvencem. Melyik játékba lehet AT-AT-val menni? Jó, mondjuk a régi Battlefront-ba is talán lehetett. Nem tudom, kettő. Tényleg ott lehet? Nem baj, itt lehet. Dögölj, mindegyik retkes birodalmi meg fog dögleni, tessék. Majd mindjárt jön egy szép AT-AT felé. TIE Fighter. Epicness level 954 millió. AT-ST. Még egy. Te sokat bírnak ezek, te jóisten, nézd meg. Na. 2000 HP-t sikerült nekik leszedni belőlünk. Nagyon jó. Na azt a nagy retkes izét kell megölni. Jó. Szatellitet, ezt láttuk lentről. Amúgy itt menekültünk az elib, amikor azt a sok embert kellett kinyírni. Jó pillanat. Badunks. Jó. Corvushoz kell mennünk. TIE Fighter, ez hogy tud megállni a levegőbe? Az a Corvus, nem? Az semmiség. Azt mondja, a barikád blokkolja az utunkat. Eddig. Na de majd mindjárt ott jön bal sarokba, nem tudom, látjátok-e. Ez azért félelmetes, tehát így mentek egy AT-AT-val és így rátok néz szembe egy AT-AT. Mindjárt ezeket még kilövöm itt. Jó van, már TIE Fighter is lő. Nagyon nehéz ezt irányítani, ott van szépen. Hello, kedves. Nem félelmetes? Így rátok néz egy nagy tög. Az eltart egy ideig, addig beszélgessünk. Mi a helyzet veletek? Hogy tetszik a sorozat? Hoppá. Bum. Ting. Hát ő elbukott, szegény. Jó. Eddig sír. Corvuson nem lesz csapda nekünk amúgy, hogyha ez a Corvus. Nem tudni, de... Jó, és ennek a pályának a végén is lesz valami, azt hiszem. Egy fordulat.
Ja, ez a Corvus, és belecsapott a villám elvileg. Meg az átjátéba is, és le-shutdownolunk. Mi a szar ez? Hogy kiugrottak, te jóisten? Szerbusz, AT-AT, jó szolgálatot tettél. Mondjátok, hogy ez nem volt Überbedesz király. Te jóisten, imádom ezt a pályát. Mennyien vannak ott, te jó ég? Na menjünk, mert még nincs vége. Közel sincs még vége. Itt a Corvus, ezt kell elérni. Csak belecsapott a villám, és elvileg most nem megy. TIE Fighter itt robbant szét előttem. Össé, akkora epikség az egész játék. Egy. Kettő. Három. Négy. Öt. Rekt. Ja, te velem vagy. Te ki vagy? Ez ki a szar? Ti kik vagytok? He. Nekünk segítenek, vagy nem tudom. Gyere, retek! Megdög lesz. Bum. Hú, te kapsz egy sokkot. Igen, itt még lesz egy kisebb ilyen összetűzésünk. Na, az gáz viszont, ott is jön a játi-játi. Hát, ha az kilövi a hajónkat, az gáz lesz. Itt volt valahol egy fegyverláda. Igen. Ja, várjál, F2. A tűt is kéne lőni, de hát itt igen, ez nem lesz egyszerű. Na. Tehát fel kéne szállnunk, de az a baj, jönnek annyian, mint az oroszok. Van még itt valamiféle... bármilyen, akármilyen más fegyver? Jó, ha megjön, akkor egyből elkezdem lőni. Hát de itt is annyian jönnek. Meg ezek ilyen pajzsos szarok, tehát hogy nem is lehet őket megölni olyan könnyen, mert... De mit lősz? Jó, akkor F2, E. Dobunk egy gránátot, 1, 2, 3. Akkor lőjük ezzel. Nem, még nem lehet lőni, várjunk. Ezek ilyen terminátorok, azért ilyen sok életük van. Na, történik valami, lehet már lőni. Hogy el fogja találni egy villám? Lehet, az is lehet. Nem tudom, mert nem emlékszek, régen volt már karácsony. Akkor játszottam először végig, de ez még mindig rohadt epik ez a játék, de jó is lett. Ez mi? Ja, itt van még ilyen gránátvető. Megpróbálom közelről. Hoppá! Ez az! Epic! Ez nem Vader hajója volt? Jó. Most lőttem szét egy retkes AT-AT-tokat. Még jöztök még egy V1-ezni? Jajaj. AT-ST is jön. Hoppá, elment a shuttle. Jó, hát én valahova elmegyek innen, mert nagyon lőnek. Board the Corvus. Jó, csak először ezeket megölöm, mert... Sőt, meg is sokkolom, sőt, dobok gránátot, sőt... Mindegyiket megölöm. Retek! Jó, menjünk inkább. Überepik pálya ez, úristen. Mondjuk, ha felszállnátok, akkor lehet, hogy ki tudnátok innen menni. Jó. Ez a Corvus annyira szép hajó. Ez Legóból lehet meg fogom venni, ha lesz ilyen Legó. Hát ez az Operation Cinder. Hoppá! A Fater hajója, elvileg az ő. Na, Husk túlélte. Admirál. Ja, elvitte neki a glebet.
Congratulations, Commander has. Commander átvette a helyünket. Ugye mi voltunk a parancsnok, most meg már ő lett. Na most mi lesz? Külső régiók. So, we're not completely alone. Some of the crew stayed with us. Na mi lesz veletek? Protected the refugees against those who wouldn't. How are they? Shaken. Confused. But safe. Just want to know what's next. We have to warn people. Who? The rebels? They're just gonna toss us in Sunspot prison before we can even say a word. That's why I think you should just take the Corvus and go. Leave me a TIE fighter. I'll set off a distress call. Wait for the rebels to find me. You really think I'm gonna let you just float out here alone? Del. We're Inferno Squad. You and me. Na, ez pedig már az ellenállás. This is Iden Versio of the Imperial Raider Corvus. Felhívta őket. General distress call to the Rebel Alliance. We surrender. Megadják magukat. Plot twist incoming. So you thought it was a trap? Olando Carisiane. You were telling me to take risks. Seemed like the most irresponsible thing I could do. Bele fogunk menni. Hoppá, hoppá, itt van az öreg Lando. Hello, I'm General Lando Calrissian. Úgy bírom a stílusát. General, we've already told your people everything we know. Let's take a walk. És innen fog kezdődni a következő pálya. Úgyhogy ezt majd nem meg is állítom. Lando Calrissian. Neki a szinkron hangja az eredeti színész, aki már öreg, de a játékban az eredeti Lando, aki a filmben is játszott, az adja hangját. Ez egy érdekesség. Na, úgyhogy most megadtuk magunkat ketten, ugye? Az ellenállásnak. Hát most már... nem tudom. Ugye még ez nem a hetedik résznél játszódik, de közel hozzá. Úgyhogy érdekes, ezt nem tudom, most spoilerezzek, vagy még ne? Nem, még nem spoilerezek. Következő résztől meglátjuk, mi fog innen történni. Úgyhogy akkor ennyi. Ennyi kérem szépen. Husk átvette a helyünket a birodalomba, mi pedig megadtuk magunkat az ellenállásnak. Úgyhogy érdekes lesz. Mondom, ez volt a kedvenc pályám. Tehát ez ennél epikebb szerintem nem volt az egész játékban, nem is lesz. De ez valami nagyon király volt. Jó, azért még lesznek jó pályák. Lesz azért még. Viszont akkor egyelőre ez ennyi, úgyhogy amennyiben tetszett, akkor nyomjatok majd egy lájkot, illetve iratkozzatok fel, és nézzetek fel a csatornára, és ha tetszik, akkor iratkozzatok fel. Ezt mondtam el az előbb is, köszönöm szépen. Megnézzétek meg a többi lejátszás listát, meg a többi videót is meg tudjátok nézni. Úgyhogy akkor innen folytatjuk legközelebb az öreg Lendóval, aki még itt annyira nem öreg, és meglátjuk, hogy mi lesz, mi sül ki ebből. Úgyhogy találkozunk legközelebb, addig is sziasztok!